Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Bolenszky Szonya vagyok, a képernyő túloldalán pedig Szentes Róbert, Istenhozott Robi, és nagyon örülök, hogy ismét látlak, illetve külön örülök annak, hogy ismételten teljes nyitottsággal és együttműködéssel álltál hozzá ahhoz a kérésemhez, hogy beszéljünk a következő témáról, ami ugye nem más, mint az étkezési rendellenességek, illetve az azokból fakadó betegségek, kórképek. Egészen pontosan, hogy mi az, ami ezek mögött áll, lelki értelemben, mentális értelemben, milyen programok futnak mögötte, és hogyan lehet belőlük kilábalni. Mert hogy önmagunk elfogadásának és szeretetének az egyik leglátványosabb kerékkötője az ételhez való diszharmonikus viszonyulásunk. Az étkezési rendellenességek spektrumának egyik véglete a túlevés, ami rendszerint mozgásszegény életmóddal és rengeteg üres és tápanyagban mentes kalóriával társul, a spektrum ellenkező oldalán pedig a hízástól való rettegést és a táplálékkal szembeni görcsös és félelemteli ellenállást fedezhetjük fel. A jóléti társadalmakban a modernkori ember egyik népbetegségében az elhízás vált, amely jól megfigyelhető nem csak nálatok az USA-ban, hanem egyébként nálunk Magyarországon is. És az elhízás nem elsősorban esztétikai probléma, hanem számos más egészségügyi kórképpel járhat együtt, úgy mint diabétesz, ízületi problémák, szív- és vérkeringési rendellenességek, és a többi. De tekintsük akkor meg először azokat, akik rossz táplálkozási szokásokból és életmódból adódóan halmoznak fel komoly mértékben felesleges kilókat. Milyen érzelmi háttér okozza a túlevést, mit kompenzálnak az érintetteket, mit szimbolizál rajtuk lévő túlsúly, és most természetesen nem arra gondolok, akik karácsonykor néhány kilót felszednek a sok beli evés miatt, hanem akik úgy rendesen komoly egészségügyi problémákkal is küzdenek már mellette, nem az elhízás mellett és a felesleges kilók mellett. Szia! Jók a kérdések, és ez egy nagyon komplex téma, és nagyon sok válasz van. Amit szeretnék ma csinálni, hogy egy általános rávilágítást vagy meglátást adni, és akkor minden válasz mögött vannak finom, meg részletek. Két fő oka van annak, hogy az ember elhízik. Mondjuk, hogy három. Az első az a fizikai sík, hogy a legtöbb kaja, amit ugye az ember a szervezetébe bevesz, az nem jó minőségű. Nagyon sok műanyag, meg mindenféle olyan nem organikus anyaggal lett a táplálékláncunk meg fertőzve, amiről mi vagy tudunk, vagy nem. Tehát az eleve egy probléma, de ez még nem a megoldás. Mert meg tudjuk változtatni a fizikai étrendünket organikus ételekkel, meg csökkentett mennyiséggel, de nekem még annó 2010 meg 2011-ben mondta az egyik mentorom, hogy amikor az elméd jól működik és üres, és nem félsz, tehát úgy van beállítva, úgy van beprogramozva, akkor ehetsz kígyómérget, meg műanyagot is, és semmi bajod nem lesz. Na most ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, ez akár több tíz, meg százezer lépés, tehát ez lenne a végcél. Tehát az egyik az, hogy az étel, amit a szervezetünkbe veszünk, az nem jó minőség. Ebben benne van a víz, meg a különféle folyadékok. És az érzelmi síkon, ugye, ami diktál mindent, az pedig két ok miatt van. Az egyik az, hogy rengeteg traumánk van, és az nincs feloldva. És akkor egy kicsit specifikusabb leszek, és az egyik az elhagyatottsági traumánk. Az elhagyatottsági traumánk az az egyik legkomplexebb trauma, erről beszéltünk veled is, meg említettem többször, hogy azért is hívják angolul C traumának, meg komplex, magyarul meg komplex mert olyan sok helyen van, akár több ezer helyen van az elhagyatottság, és az alatt, mindegyik alatt van kb. 50 alprogram. Ezért tettem be a viszlát szorongás Hello életbe először a jelentős érzelmi esemény oldási programot, mert minden egyes régi elakadt részünk meg énünk az elhagyatottságban szenved. Nagyon dühös az a picike,
figyelmen kívül hagyott részünk, itt a mostba lévő testünk az összege ennek a sok tíz meg százezer régi programnak. És az egyik oka az elhízásnak, hogy ezek az elhagyatott gyógyulatlan részünk figyelmet keresnek. És ami az állatvilágban is van, ugye amikor egy állat úgy felborzolja a szőrét, az azért van, hogy félelmet keltsen, hogy meg tudja magát védeni, hogy a másik, azaz a támadó, de el tudja rettenteni és magát biztonságba tartani. Most az ember hasonlóan működik, van egy nagyon érdekes egy aspektus, ami arról szól, hogy azért növekszik az ember, szed fel felesleget, hogy észrevegyék, hogy láthatóvá váljék, hogy meghallják, hogy felfigyeljenek rá. Ezek mind hiányok. Emlékszel, ezért tettem be a nagy technikával, hogy mi hiányzik? Hát a figyelem, a szeretet, az odafigyelés, az ölelés. És akkor, amikor ismerjük ennek a pszichológiát, akkor tudjuk ezeket az elakadt erőforrásokat úgy visszakapni az univerzumtól, hogy már nem kell fölöslegeket magunkra szedni ahhoz, hogy igazán kitűnjünk és észrevegyenek. Tehát ahogy említettem, az egyik ugye oka ennek az elhízásnak, hogy fel akarunk valahol tűnni, meg akarunk jelenni a világ színpadon, de ez nem az egészséges megjelenési vágy, hanem a bosszú, meg az elakadás, a fel nem dolgozott, a elhagyatottsági traumánknak egy kompenzációja. És akkor van még egy másik, egy sokkal durvább verziója, ami az úgynevezett egós, ilyen régi, nagyon erős, nagyon nagy dürohamokból jön. Elmagyarázom ezt is. Amikor például régen valaki nekünk megtiltott valamit, azt mondta, hogy fiam, ez nem neked való, te ne egyél ennyit. Tudod, ebben a háztartásban, de tudom milyenek voltunk, minden a szükség, ről, meg a hiányról szólt, az egész életünk eddig a rezgésünk tele van háborúval, meg traumával, és akkor azt mondták, hogy fiam, te túl sokat eszel, így dolgozz meg a kaját. És akkor azt történik, hogy egy logikus síkon azt mondja, persze igaza van, de mi nem így gondolkodunk. Hanem azt mondják, hogy igen, na ide figyelj, én annyit teszek, amit akarok. És behisztizünk, és én idősig törést okozunk, és utána, egy pár évtizeddel után elkezdünk zabálni csak azért, hogy megmutassuk ennek a régi személynek, vagy a konfliktusban annak a személynek, hogy mi annyit teszünk, amennyit akarunk. Tehát objektív egy ilyen dű, egy egódűroham és egy büntetési mechanizmus jön létre, már az ott volt, csak most lett fizikai síkon láthatóvá, és akkor büntetni akarjuk azt a másik embert, aki valamilyen szinten restrikciót, vagy ilyen elnyomást próbáltak gyakorolni, de minden büntetés önbüntetés, és abban a pillanatban mi túlzabáljuk magunkat, de igazán az a mi erőtlenségünk, eszköztelenségünk és a szabadságunk hiányát szimbolizálja. Azért mondom, a nagy technika, minden mi hiányzik, szabadság, és azért kompenzálunk az evéssel, mert ezek az elvaratlan régi traumák megoldatlan, vagy elvaratlanok. És akkor még van egy olyan, ami nagyon fontos, és ezt én angolul tanítottam, de magyaroknak is nagyon fontos, mert Magyarországon, meg a magyar kultúrában, meg a programozásban dominánsabb talán, mint a nyugati világban, nagyon sok érdemtelenség programja fut az emberekben, a magyarokban. Vannak olyan versek is, hogy ez jutott nekünk osztályrészül. És most már tudom, így már ilyen quantum coach tudod fel, hogy ez egy átok. Ez azt jelenti, hogy ezt érdemled meg. Ez jutott neked. Te csak akkor tudod, a legkicsinlő kifejezés utána. És nagyon fontos tudni, az érdemesség és az érdemtelenség konfliktusát fel kell oldani, mert amikor mi úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk érdemesek a szeretetre, a táplálékra, a jólétre, akkor ugyanezeket a rossz érdemeket is kompenzáljuk túlevéssel. Jó, tehát ez a három. Én korábban mindig úgy gondolkoztam erről, és akkor kérlek javítsik most ki, hogyha rossz volt a logikám, hogy ha megnézzük ugye mondjuk ezt a túlevést, ami arról szól, hogy valaki kontrollálatlanul, tehát a kontrollt elvesztve elkezd valamit kompenzálni azzal, hogy eszik, eszik, eszik,
És ez a túlsúly, vagy ez a zsír réteg, ami ilyenkor ugye úszógúminak szokták még nevezni, rárakodik az emberre, az egyfajta ilyen védelmi falat képez. Mert hogy az nyújtja neki a biztonságot. És teljesen egyértelmű számomra, hogy valamilyen trauma van mögötte, de ezzel próbálja meg ugye a saját biztonságát, hogy a traumát eltakarni mások előtt, és ugye egyfajta antiszociális megnyilvánulásba is belekényszerít őket. És most tényleg arról beszélek, akiknek már nehéz mondjuk már a járás, a mozgás, ugye az önmagának az ellátása, mert beszorítja a négy fal közé, egyre kevésbé fog tudni elmenni otthonról, egyre kevesebb mozgásformát tud végrehajtani, és egyre inkább süppet bele abba az állapotba, hogy otthon van, izoláltan van, elzárva, és közben védekezik, vagy növekszik, védekezik valamivel, tehát Igen. súlyosan védekezik valami ellen. Jól gondoltam, vagy nagyon tévesen gondoltam, vagy ez a kettő végül is összefüggő azzal, amit te is elmondtál idáig. Igen, teljesen jól mondtad. Ez egy, az úgynevezett védelmi funkciója is van ennek az úszóguminak, a zsírrétegnek, és általában most, hogy tudod, beértünk, most augusztus 21-2-e van körülbelül, tehát most már tényleg olyan dolgok jönnek a felszínre, amit egy pár évvel ezelőtt az ember nem is gondolt volna, tehát itt trauma, meg leestek a maszkok. Általában az ilyen úszógumis részek, ahol védelmi funkciót is látnak, általában a szexuális traumának, a feldolgozatlan szexuális traumának, szexuális bántásnak egy nagyon evidens jele. Tehát tudod, én mondtam ezt neked, Szonya, hogy én rá tudok egy emberre nézni, és egy másodpercen belül már tudom, hogy 10.000 program, Gondolom, hogy ez hogy jár. különösen nőknél tud Nők, a... nőknél igen. A férfiaknál ugyanígy megtörtént mindez a trauma, sok trauma, csak ők még nem tudom, hogy mi igazán az összes része, mi miatt késleltetve voltak, tehát az ő felébredésüket csak most aktiválták júni 18 után, tehát tök jó, mert tudod, azért a nő az az anya, az az igazi, ez a szerető energia, és lehet, hogy a férfinek is most szüksége lesz erre a hát úgy néz, ez az anya szerető. Fogasságra és látságra. Igen, az az energia is. És azt még tudni kell a bőrről, meg a testről, hogy nagyon precízen beszél, nagyon precízen fogalmaz, hogyha értjük a nyelvezetét. Tudod, ez is, hogy minél jobban beszélünk egy nyelvet, annál inkább érezzük annak a finomságát, és a test is így működik. És ha meg is valakinek úszógumia van, hát akkor az általában a solar plexus védi, tehát ott valami úgynevezett kellemetlen érintésben volt része, és akkor az érzelmi világát próbálja védelemben tartani. És akkor ez, hát ez a női energia, ezek a fel nem oldott konfliktusok, és így tovább. A kóros elhízás mellé szokott sok esetben társulni a cukorbetegség vagy a diabétesz. És ha pszichoszomatikában gondolkozunk, a cukorbetegség az én fejemben az él róla, hogy ugye ott a szeretettel, vagy a szeretet megélésével, vagy adásával kapcsolatban vannak elakadások, elfolytások, traumák. Hogyan kapcsolódik össze akkor ugye a szeretettel való konfliktus azokhoz a konfliktusokhoz, amikről eddig beszélt, ugye beszéltél az elhagyatottsági trauma, vagy szexuális trauma, stb. Tehát ugye a kettő kézen fogva jár sokszor. És ezt szeretném valahogy átlátni, hogy hogyan kapcsolódnak össze. Az a hívás az embereknek, Szonya, hogy minden nagyon komplex, és több tízezer szálon fut ez az egész. Tehát ez olyan, mint egy komplex gépezet, vagy egy bármi, ami tényleg egy kicsit komplexebb legyen, az a társadalom, legyen az egy autó, legyen az a szervezetünk, nem egy dologban jelen bizonyos pillanatokban, hanem több száz, meg több ezer dolognak az együttese jelenik meg. A diabetes, a cukorbetegség, az akár hiszed, akár nem, az a szeretet elutasítása, de az ott van még egy sokkal fontosabb réteg. Betettem a kurzusba is, hogy a viszlátszorongás életben, hogy a traumában minimum négy dolgot utasítunk el minden konfliktusban. Szeretetet, biztonságot, az erőnket és a védelmet. Tehát ez ugyanakkor megtagadja a teremtő meg a forrásról kapcsolatunkat is, de ez a minimum. És a szeretetet sejt szint utasítja el az ember, tudat alatt.
és csak a technikán keresztül lehet, a tüzetes és a precíz ismétlődő alkalmazásával lehet ezeket visszaszedni, mert ez már a töredezett elmének a részkonfliktusokat gyógyítja. Na, elmondom, ami igazándiból okozza a cukorbetegséget, a férfi energia irányába való gyűlölet. Oké, okay? Na honnan jön? Szexuális traumából. Oké, okay, honnan jön? Ősidőkből. Oké? Okay? Tehát ez a rohadt disznó, ahogy tudod, hogy az legtöbb ember belül fogalmaz, ezt csinálta bele. A nő leredukálja az erejét, a férfi erőtlennek jutalja, és az egész egy erőharc, rengeteg hiedelem és asszociáció van az emberek neurológiájában, az elméjében, és ez szerint gondolkodik, ez szerint cselekszik, és előbb-utóbb ez szerint teremt. A teremtés mindig egy kicsit késleltetett. Tehát mindig adtak nekünk régen időt arra, hogy fedezd fel a gondolatodat, fedezd fel az érzelmvilágodat, ha nem esik jól, akkor vizsgáld meg, miért, gyógyíts meg, és akkor a teremtés a fizikai síkon ahhoz fog idomulni. Most már nincs idő. Tehát úgy értve, hogy most boom, most vagy soha. Most tudod, hogy bedobtak minket a mélyvízbe. Most az a lényeg, hogy a nőknek, ugyanúgy, mint a férfiaknak fel kell fedezni ezt az eszméletlen, precíz és nagy, hosszú listát a férfi elleni a neheztelésre, haragra és gyűlöletre. Az a cukorbetegség. Miközben meg valószínűleg ugye meg vágynak rá rettenetesen, mert azért ebben a sok evésben, ebben rengeteg szénhidrát van általában benne, ami ugye Igen. nem más, mint cukor, csak összetett formában. Tehát akkor tulajdonképpen egy nagyon erőteljes szeretet utáni vágy van, de ugye konfliktusos, ha jól értelmezem, ezért egyúttal elutasítás is van benne. Igen, pontosan. Nagyon-nagyon-nagyon sok konfliktus van egy emberben is, és ezt én mindig is mondtam, csak azt hiszem, hogy ahogy az ember ismétli, és ismételten kimondja, és az ember elkezd magán dolgozni profi mentorokkal, és profi technikákkal, utána látod, hogy hú, ez tényleg egy sokkal mélyebb világ, nincs más kiút, tehát nincs ez az öt könnyű lépés, meg tudod, ez a tapsoljunk és ugri-bugri, amit mondtam egy más videókban, de az ember vagy erre ráfekszik, vagy nem jön. Kész. Marad, ahol van, és az nem jó. Azt tudni kell, hogy ahogy mi viselkedünk, meg amit mi látunk, az egy nagyon pici töredéke ahhoz képest, ami folyik lent az elmémet. Tehát mindig mondom, ez az óceán, és akkor itt van a felszín, tudod, hogy próbálunk navigálni és hajózni. Amíg erről nem tudunk, addig a hajót dobálja a víz, mint egy kis tutajt. És ahogy egyre inkább dolgozunk magunkon, ez a kis tutaj egy óceánjáró hajóvá válik, ha még dolgozunk magunkon többet, akkor mi válunk az óceánnál. Tehát már nem. Tehát része vagyunk ennek, és nem lehet minket beteggé tenni, manipulálni, nem leszünk fizikai síkon, tehát nem leszünk betegek, megrendíthetetlenek leszünk, tehát az összes félelem minden elmúlik. No, tehát azért nagyon fontos az új embernek tudni ezekről. Jó. Még egy utolsó kérdés ide az elhízáshoz, csak röviden, hogy ugyan ezek az elvek érvényesülnek azoknál is, akik ugye nem túllevés miatt tudnak nehezen megszabadulni a kilóiktól, hanem ugye egyéb betegség vagy kórkép vagy probléma okán híztak el. Tehát most ilyenekre gondolok, mint mondjuk pajzsmirigy betegségek, ugye az alulműködés, az tud például ugye egy belassult anyagcserét, vagy okoz egy belassult anyagcserét, ami miatt sokaknál így derül ki, hogy így elhíznak, és hiába nem esznek, vagy hiába próbálkoznak, egyszer nem tudnak lefogyni, vagy ilyen eset lehet például ugye egyéb hormonális problémák, ami miatt elhízásba következett, vagy csak mondjuk egy ilyen egyszerű dolog, hogy valaki szül egy babát, és a terhesség alatt felszaporodnak a kilók, és utána nem nagyon akarnak lemenni. Tehát ugyan ezekkel a traumákkal kell elkezdeni dolgozni és oldani, mint abban az esetben, amikor valaki egyszerűen túllevés miatt hízik el. Oké. Okay. Nagyon komplex. Tudod, ezt mondom, csak azért mondom, hogy ezek ismertető videók, és én tudom a részleteket, csak azt nem lehet így ilyen gyorsan átadni. Tehát akkor van a pajzsmirigy alulműködés, ugye ez a hypoglycemia, és akkor van a hyper, mikor az ember... Túlműködés. Mit mondtál? Túlműködés. Túlműködés, oké. Okay. Igen, túlműködés, alulműködés, oké. Okay. És az történik, hogy általában az embernek először a hyper, azaz a túlműködés
ugrik be, de nem feltétlenül. Az azt jelenti, azt szimbolizálja energetikailag, meg érzelmileg, hogy az embernek menekül. Az ember menekül, és mindig ez a túlműködés, ez a rohanás, 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 menekülünk, de igazán mitől menekülünk? A konfrontációtól. Oké, és ez minek az elmén? Hát az erőhiány. Azért tudod, minden vissza a tervezőasztal, hogy minden onnan jön. Tehát menekülünk a konfrontációtól, és emellett menekülünk még egy pár dologtól, de ez a lényeg, ez a fő, ez okoz a túlműködést. És akkor miután, hogy tudod, említettük, meg beszéltünk így az árnyvilágunk, mert alul minden rezeg és terjedelmesebb lesz idővel. Ez megint egy nagyon-nagyon nagy tévhit volt az emberekben, hogy ne foglalkozz vele, ez majd elmúlik, az idő mindent meggyőz. Abszolút az ellenkező igaz. Az olyan, hogy hagyd a gazt, ő majd meghal magától. De hogy is, úgy elkezd burjánzani, mint a csuda. És ez van az elménkben is. És akkor átmegyünk egy olyan pontra, amit tudják, hogy ez az alulműködés, és az alulműködés, ez egyszerűen csak a kiégés. Ez az életkedv hiánya. És csináltam azt a van egy videóm, amivel az ár, nem vele csináltam még egyedül, még annól, még a kezdetben, hogy van ez az árnyvilágunk, és legalul a lélek árny, van egy ilyen, hogy élettelenség. Mindenki ott van, és az ennek, az életkedv hiánya, innen mi hiányzik, hogy megint vissza a technikához, az életkedv, és annak mi a pszichológia. És így lehet megoldani. Tehát, és ezt tényleg az ember bevállalja, és hajlandó nem csak megtanulni a technikát, hanem a mögötte lévő finom pszichológiát, kitör. Nincs olyan, hogy meg legyen rekedve bármi. Tehát az az életkedv hiánya, a kiégésnek a jele, mikor alul működik a pajzsmirigy, mikor alul működik, akkor természetesen a fizikai síkon a test elkezd növekedni. Tehát a fizikai síkról vissza kell mindig bontani és göngyölíteni a szálakat, és akkor tudni ezt a sok finom szálat, akkor mindegyiket meggyógyítani. A fizikai síkot azt gyógyítani kell, hogy mondjam, minőségi ételt kell a szervezetbe tenni, jó minőségű vizet, tehát az evidens, és akkor fel kell oldani ezt a sok traumát, ami agressziónkat, ami menekülési kényszerünket, ami támadási kényszerünket, és akkor tudod, így fogunk igazán önmagunkhoz visszatalálni. Másképp nem megy. Nézzük meg az érem másik oldalát, és térjünk rá a következő korképre, amit az orvosi zsargon úgy nevez, vagy az orvosi szakkifejezésre, az anorexia nervóza. Ebben az esetben az történik, hogy az érintettek, ezek általában lányok, kamaszlányok, vagy fiatal felnőtt nőket érint leginkább, elkezdenek rettenetesen félni az ételtől, egyre kevesebbet enni, úgymond befordulnak, az életkedvük is elmegy, nem esznek, és szépen lassan teljesen lesoványodnak, és sokszor a környezetük ezt már viszonylag későn észleli, mert takargatják a testüket. Mi áll ennek a háttérében? Tehát mi történik akkor az elmében, a lélekben, amikor egy lány úgy dönt, hogy tulajdonképpen halálra koplalja magát, vagy koplaltatja a testét, mert sok esetben, sajnos nagyon szélsőséges esetben, ez akár odáig is vezethet. Igen, tetszett, amit mondtál, ez a halálra koplalja magát, mert van ebben ez a halál, kívánom a halált, és ellentétben az elhagyatottsági traumával, mikor fel akarunk tűnni, és vegyél észre, és akkor súlyt teszünk magunkra tudat alatt, van egy olyan, hogy ebben mondtál, ez az anorexia, hogy itt meg az ember el akar tűnni. Igen. Itt láthatatlan akar válni. És mitől akarom én láthatatlanná válni? Hát eleve félünk egy csomó mindentől, félünk az élet céltól, félünk a kihívástól, félünk bizonyos dolgoktól, és az ember ezt meg tudja magának válaszolni mentorokkal, mert csomó minden dolgot mi nem tudunk megfogalmazni, tudod? És akkor megint vissza a feladóhoz elvaratlan trauma. Kibántott minket, ki szégyenítette meg minket, ki adta át azt az energiát, amit mi elfogadtunk, hogy nekünk el kelljen tűnni. Miért vagyunk ilyen haragban a Teremtővel, ami a test, a Szent Grál? Miért haragszunk a testünkre? Miért haragszunk a kajára? És akkor miért akarunk eltűnni? És azért akarunk eltűnni, csak hogy tudd, hogy
Először az ember, mikor bántják, akkor mi nagyon-nagyon dühösek leszünk. Ez jogos, teljesen jogos személyiség vagy, tehát mindig jön a düh. Ki vagy te? Hogy merészelsz? És utána annyira ez a belső dühham, meg már látjuk, hogy minket feszülté tesz, nem jól működik akkor az emésztésünk, akkor tudod, jön ez a csomó más dolog, és azt mondjuk, hogy ez így nem jó, és akkor mi kompenzálunk. Nem oldjuk fel a dühöt, mert soha nem beszélt róla senkit nyíltan, hanem kompenzálunk, és akkor elnyomjuk a dühünket, és akkor azt mondjuk, hogy hát akkor inkább én ezt csinálom. Na az a nehéz az anorexiában, hogy az anorexia ugyanúgy egy figyelemfelhívásos stratégia. Figyelj rám, mentsél meg, ugye megint itt van a megmentőnek az archetipusa, a pszichológiája, de én legszeresebben el akarok innen menni, innen tűnni. És ez természetesen ez egy ilyen abszolút önbüntető mechanizmus, és inkább egy női energiának egy megnyilvánulása, a megszégyenített női energiának, egy az önszeretet hiányba szenvedő női energiának egy mechanikája. Kinek És szól az üzenet, hogy mentsél meg? Bocsánat. hát belül mindegyikünk azért jött ide, hogy megtaláljuk önmagunkat. Ez egy ismerős, spirituális kifejezés, viszont nem fogjuk soha az életben megtalálni magunkat, amíg fel nem oldjuk azt a rengeteg régi traumát, meg az elmei lerakódást. Azt, ahogy említette, metaforikusan a több tonna követ, amit ránk zúdított az élet. Nem csak ez az élet, hanem eddig a régi történetek, a traumák, a háborúk, a sors. Na most ez bennünk van egy életerő. Mi azért jöttünk ide, hogy megoldjunk dolgokat, elengedjük a múltat, felfedezzük a múlt mintáit, azáltal erőre kapjunk és bevállaljuk önmagunkat. Ez nem volt eddig evidens. A régi Matrix világban az volt, hogy túléld, keresél munkát, vágj le a sarkadból, királyfi lesz férje, tehát az egész egy kamu, egy ilyen torzított világ volt. És most meg az van az új ember, az új földön, hogy vállald be az életcélodat, takaríts ki az elmédet, mert anélkül nem megy. Keresd meg, hogy ki vagy te, mi a te ajándékod. És meg akarjuk igazán magunkat menteni, de nem tudjuk hogyan megmenteni, mert nem adta át soha senki a receptet. És a külvilágtól várjuk azt, hogy megmentsenek. Akkor ennek van egy olyan aspektus, hogy nagyon sok ember ez most jön ki, ez az archetípus, a savior, azaz a megmentő. A nő meg akarja a férfit menteni, soha nem fog működni. A férfi meg akarja a nőt menteni, soha nem fog működni. Magunkat tudjuk csak megmenteni. És itt van egy trükk. A könyvemhez, az első könyvemhez, mert eddig kettő van, az majd meg fog jelenni magyarul nem sokára, hogy van egy olyan hiedelemrendszerünk, hogy mi nem vagyunk arra érdemesek, hogy megmentsenek minket. Ez most angolból fordítottam, tehát elnézést, ha nem legszebb. Tehát, és akkor van ennek egy vöröshajú ikertestvére, egy gonosz ikertestvére, amit úgy vagyok, hogy nem vagyunk arra méltányosak, hogy megmentsenek. Tehát a méltány hiány, és az érdemhiány arra, hogy megmentsenek. Most, amíg ezek a hiedelmek nincsenek feloldva, addig az egész egy erőharc. Az óceáni hullámokkal szembe próbálunk úszni, és nem fog sikerülni, nincs az a megerősítés, ami ezt működőképessé teszi. Azért kell mindig a rossz hiedelmeket tudni, elengedni, és akkor rájönni, hogy csak mi tudjuk magunkat megmenteni. Ehhez kellenek persze mentorok, technikák, tudás, stb. De az a lényeg, hogy amíg a külvilágtól várjuk, hogy mentse meg minket, addig az egy kudarc. Kudarcérzés lesz, és oda fog vezetni, hogy a saját szívünket összetörjük, mert olyan dolgot várunk el a külvilágtól, amit magunkba tudunk csak megteremteni, amit mi nem kapunk meg, azt mindig úgy titulálja ugye, a töredezett elme, hogy az élet nem működik, hogy valami a mi hibánk, és összetörjük a saját szívünket. És ez egy eszméletlen fontos dolog, hogy megtudni, hogy csak mi tudunk magunkat felfedezni az erőt, megmenteni magunkat, és a külvilág az csak bizonyos részekbe tud segítséget adni. Bizonyos síkok. Oké. Amikor először felvetettem, hogy szeretnék veled erről beszélgetni,
ugye többek között az anorexiáról, és akkor a hangüzenetben egy nagyon érdekes választ tettél nekem, arról azt mondtad, hogy az anorexia esetében a lány az anyukáját próbálja büntetni. És ennek én ezt olyan nagyon igaznak éreztem, mert ha már csak a szimbolikáját megnézzük, mert ugye mi az, amit elutasít egy anorexiás? A táplálékot. Ki az, aki a gyermeke táplálásáért felel? Ugye az anya. És amikor a lánygyermek vagy a gyermek elutasítja a táplálékot, azzal együtt valóban büntetheti az anyát, vagy az anyát utasítja el, vagy ezen keresztül akarja neki kifejezni a dühét, hogy köszönöm szépen, de ebből nem kérek. Igen. Amit az emberek talán remélem, hogy kezdenek megérteni, hogy oda csináltuk fényárnyék, édes, aranyos, kedves, barátságos, szeretet, egy csodát. Tomboló, örjöngő vadállatok vagyunk, és ha ezt meggyőzzük, akkor édes aranyos leszel. Oké, okay, ez a lényeg. Mindenkiben van egy nagyon-nagyon komplex, több ezer rétegű büntető mechanizmus. Tehát, ahogy te is mondod, ez a nő bünteti az anyját. Csak kérdés, miért? Megoldatlan szeretet hiány, tudod, figyelem hiány, stb. Tehát minden vissza az eredeti álláshoz viszont. Az a lényeg, hogy az a nő, aki bünteti az anyját, az bünteti a nőt. Az a nő, aki bünteti a férfit, az bünteti az apukát, az bünteti a férfit, és mind a két energiára szükségünk van. Tehát előbb-utóbb elkezdjük magunkat büntetni. Nagyon sok olyan van, hogy a szülők fiút vártak volna, vagy szerettek volna, és lány lett. Na ez aztán abszolút anorexiához tud vezetni. Nem kellek! Hát akkor inkább elsorvadok. Tudod, ez az önbüntető, ez az áldozati minta, megint ez az árnyvilágunk. Hát akkor ide néz, akkor én elsorvadok, mert a szél is elfúj. Na így észreveszel? Nem vagyok elég jó, mint lány. Csak attól, amiben mi hiszünk, azt teremtjük, és akkor csak tombolunk, mert ahelyett, hogy magunkat meggyógyítanánk, okoljuk a külvilágot, ez egy abszolút egótrükk. Elsorvadunk, és elfúj minket a szél, mert nem voltunk hajlandóak felfogni azt. És ez megint a teremtő és a forrással való küzdelem, ez az egóharc. Az, hogy mi választ, az a nő választotta azt, hogy lány legyen. Egy olyan család, vagy olyan szülőpárhoz, akik fiút akartak. Miért? Hát azért, mert ennek a nőnek meg kell tanulni kiállni magáért, mint egy nő. Megint az erő. Mi hiányzik? Erő. Hit. Tudod, kapcsolat. Csak a ismered a pszichológiát, és meggyógyulunk. Az ennyi baj, hogy nagyon sokan bekajoltunk a féligazságokat. Ez rám is igaz volt, mindenki igaz. És senki nem mondta el a mélységeket. Itt az ideje a mélységeknek. Amíg nem értjük ezt a nagyon precíz, mély büntető mechanikát, meg ezeket a tomboló pszichológiát, addig nem tudunk kiszállni a múlt mintáiból. Tehát remélem, ez segített. Igen, ilyen abszolút, és támadt is még néhány gondolatom, de nem akarom az időt ezzel húzni. Ne, ne, mondjad, mondjad. Még az jutott az eszembe, az jött le, ugye, hogy erről beszéltünk, és mi van akkor, amikor az anyával való nem létező versenyben a lány úgy érzi, hogy ő alul maradt. És akkor köszönöm szépen, de inkább eltűnök. Hát az megint egy büntető mechanizmus, az a, úgy érzik, hogy vereség. Ez a vereség pszichológiája. És ez a Lucifer és az Isten közötti a bukásnak egy pszichológiája. Ez már nagyon mély. Amikor mi úgy érzik, hogy vereséget szenvedtünk, vagy anyu, apu, a nő, vagy a férfi által, vagy más által, azt nagyon gyorsan meg kell gyógyítani. Rengeteg sebünk van. Amikor mi vereséget szenvedtünk, és ez ott van mindenkibe, tehát ez evidens, elmegyünk gyűlölködőbe. Legalább gyűlöljük azt, akitől vereséget szenvedtünk. És minél tovább tart ez az energia, persze ez el van nyomva, meg kompenzálva van, meg túl magyarázva, meg olyan gyűlölködés megyünk át, hogy átmegy öngyűlöletbe. És akkor most itt van. A vereség, a trauma, a szenvedés, öngyűlölet, kivetítés, büntetés, és akkor tudod, azért mondom, hogy csücs, és kezdjük el rétegről rétegre, meg kell, tényleg beleőrülünk. És most itt van az emberiség. Tehát tényleg vagy leülünk, és tényleg metódikusan, szépen kitakarítjuk ezt az elmét, ez a sejt memóriánk, a sejt emlékeink,
és utána normálissá válunk, vagy tényleg elsöpör minket az új energiáram. Jó? Tehát ez fontos, és még annyi, hogy az anorexiás ember általában, ez nagyon érdekes, mert tudod, beszéltünk veled arról, hogy vannak az alsó csakrák, ezek általában ilyen hüllő funkciók, túlélési funkciók, és vannak a felső csakrák, ami szeretet, meg balalajka, meg lamúria, meg több minden. Az volt a cél, hogy ezt a két világot, ezt mi integráljuk. Most nagyon sok ember nem tudja, mert azt hiszi, hogy ez benne nem rezeg, és akkor elutasítja. Amit mi elutasítunk, azt nem tudjuk integrálni, az uralkodni fog rajtuk. Nagyon sok ember, akik jól volt, az invertált mátrixban azok alsó csakrák nagyon működtek, ők nem fogadták el a spiritualitást, tehát ők sincsenek már jó. Most igazán az van, hogy a két világ között az emberiségnek választani kell. Vagy integrálod az összességet, ezáltal egy teljesség, ez vagy mész máshova, és az másképp fog kinézni, mint az ember hiszi. Tehát az a lényeg, hogy aki anorexiás, az a földi funkciókat, benne van a szexualitás, elutasítja. Ő fönt, mint fény, ő el van, tudod, ő ezt még, de mindez, az a lényeg, hogy elutasítja azokat, ugye az alsó, a második csakrát, a szexualitást, azt a teremtőerőt, és akkor inkább itt ebben, ez egy magyarázat, persze, egy integrálatlan magyarázat arra, hogy nem tetszik neki a földi élet, nem tetszik neki a földi szexualitás, haragban van a testével, és ezáltal haragban van az Istennel. A test az a szentrál. Nagyon komplex, csak azért mondom, hogy nincs az embereknek ideje, nincs hablatyra idő. Tehát kell egy-két jól irányzott pofon, és akkor az ember fölébred, azt mondja, oké, akkor legalább van irány. Oké. Milyen helyzet akkor, amikor már maga a test jelzi azt, hogy köszönöm szépen, de én ezt nem kérem, egészen konkrétan itt most a táplálék, vagy az ételallergiákra és intoleranciákra gondolok, mint például cöliákia, vagy egyéb súlyos ételallergia, tejallergia szokott még gyakori lenni, akármilyen a egyéb allergia. A gyors magyarázat az arra, hogy az allergiákra, hogy egy allergia az egy fóbikus reakciója az immunrendszerünknek. Mi a fóbikus reakció? Hát egy irracionális félelem. Mi az irracionális félelem? Megoldatlan trauma. Oké? Okay? És minden olyan dolog, amire mi allergiásak vagyunk, annak megvan a pszichológiai szimbóluma. Tehát például, hát most nem, tehát ezek nekem megvannak szakirodalmakban, tehát nem tudok mindent a fejembe tartani. Én se, de most mondok például nagyon-nagyon hétköznapit, amikor az ember allergiás, és én is, ez velem is így volt, allergiás voltam mi az a kötőanyag, amit a kenyérbe, meg így a keltésztákba tesznek? Élesztőre gondol, vagy a gluténra gondolsz Élesztő? magára, ez a Glutén, fehérje? glutén, glutén. Igen, igen, glutén. És Glutén, ugye a igen. glutén érzékenység az attól van, hogy szeparálva vagyunk. Tehát a glutén az egy ilyen ragasztó, összefogó anyag, és akkor valami oknál fogva mi nem érezzük magunkat valaminek a részévé. Valamilyen szinten elutasítva érezzük magunkat, az elutasítás mindig a szívtörés traumájának egy jelen. És ugye? És úgy érezzük, és akkor a test azt mondja, hogy figyelj, van egy elakadás, itt van trauma, stb. És akkor a glutén érzékenység jön ki az, hogy mi nem érezzük azt, hogy valahova tartozunk, hogy valamit tud ezt a kötődést. Mi igazán be tudjuk fogadni. Ez a kötődés, ez a ragasztó kötődés. Ragaszkodás. Nem vagyunk ragaszkodók, még akkor is, hogyha azt mondjuk magunkról. Belül a tudatalatti szinten elutasítjuk a ragaszkodást, a kötődést, és ezért van ez a csomó magányos farkas. Tehát mindenek megvan a maga oka, csak hogy tud, hogy a csillagmagokat nagyon kemény kiképzésben részesítették. Tehát eszmerlen egy ilyen profi, ilyen teremtői logikával, én akár több milliósoros háttérprogrammal is, tudod, olyan szituációknak tettek ki minket, hogy aztán tényleg meglássuk ezt a sokkal mélyebb logikát, és kiálljunk magunkért, és visszaintegráljuk a hiányosságokat. Jó? És még van egy olyan, hogy én leírtam egy pár ötletet, hogy szeretek vele beszélgetni, mert olyan jó, őszintén, bum, tudod, az allergia az egy külső küzdelemnek egy elfojtása, és a fenyegetettségünknek egy megjelenése. Úgy érzük, hogy valaki fenyeget minket. Valami fenyeget. És
Az allergiás ember az állandóan úgy gondolkodik, ez persze tudatalatti, hogy ellenségeket lát a másikban. Az az ellenség, tudod, bele vigyázz, tudod, és lehet, hogy pont ő a megmentő. Tudod? És azért kell ezeket a hiedelmeket felenged, meg elengedni, megtanulni az elmény logikát, hogy ne ezekben az ősi, régi, múltbeli mintákban ne legyünk. Ne rezegjenek ellenünk. És akkor van még egy nagyon érdekes dolog, és ez fontos. Egy allergiás ember az belül nagyon agresszív ember. Oké. És megint az agresszív micsoda? Hát az feloldatlan traumából származó árny kompenzáció. Ki agresszív? Mindenki, amíg meg nem gyógyítja magát. Oké? Ilyen És autoagresszió, tehát agresszió csak befelé, tehát önmaga ellen fordított, igen. hogy az allergia az ugye az előszobája, vagy az ikertesója az autoimmun betegségeknek, Igen. és ott is erről van szó, amikor mindig támadásra készen kell állni, és amikor Igen. jön a légy, akkor legalább egy, nem tudom, Így van. ágyúval kell neki menni. Ágyúval. Igen. És akkor tőle jönnek a vendégek, miért vannak ilyen lyukok a falon? Ah, és nem ide tartozik, csak beleszúrom, mert ezt is jó tudni, hogy a depresszió az is egy befelé fordított agresszió. Tudod, akkor ennek van sokkal több gyógyítani való, meg aspektusa, és csak ez is. Az a lényeg, ha tényleg felfedez az ember, hogy belül sokkal erősebbek vagyunk, mint hittük volna, sokkal agresszívebbek vagyunk, mint hittük volna, sokkal tomboló világ van, mint hittük volna, és akkor az ember, ha ezt elfogadja, akkor tud igazán tud kilépni ezekből az ősi mintákból. Jó? Jó, következő betegség, amiről még akarok beszélni, és az utolsó mára, amikor már az emésztőrendszer mondja fel a szolgálatot, gondolok itt ilyenekre, mint ugye irritábilis bélszindróma, amikor már a teljes bélrendszer gyulladásban van, vagy Crohn-betegség, ami szintén, bár lehet, hogy az is autoimmun szerint, nem akarok megesküdni. Tehát arról beszélgetünk, amikor már a szervezet már szinte nem tud és nem akar elviselni semmit, és ugye egy állandó krónikus gyulladásban van az egész emésztőrendszer, mert nem tudja feldolgozni a bevitt ételt. Ez egy nagyon komoly nyugati betegség. Ez inkább nyugati betegség, mint keleti betegség, és nagyon komplex, de mondok valami például, ugye az emésztőrendszerünk az a második agyunk, és a vékony belek azok a úgynevezett ilyen processzálás, vagy ilyen folyamat lebontását szimbolizálják, akkor a vastag belek pedig a tartást, elengedést. Rengeteg ember, akinek van megoldatlan veszteségi traumája, ki nem hevert vesztesége, az nem tud elengedni. Tehát aki ilyen vastag bél problémája van, ami szintén még elhízáshoz is vezet. Tudod, én azért nem a sok spéri hablat, hogy engedem, tudod elengedni, míg fel nem oldod ezt a sok traumát. Tudod, ennek van egy logikája. A hasmenés az általában az, ugye, az több dolognak a funkció. Az egyik az, hogy félünk és védtelennek érezzük magunkat. Nagy technikában azt mondta, hogy a védelem hiányzik. Hiányzik az isteni védelem, apai védelem, anyai védelem, családi védelem. Tehát az előbb-utóbb oda vezet, hogy az ember ne, így engedi, mert tudod, ki kell mondani, tehát befosik a félelmében. Okay, tehát ez. Na most akkor vannak ennek sokkal mélyebb aspektusai is, mert amikor az ember, itt ezt, tudod, ki voltunk téve rengeteg bántásnak, megszégyenítésnek, traumákra, kestébé, ahhoz, hogy túléljük, bevállaltunk olyan funkciókat, olyan feladatokat, hogy egyetértünk a támadóval. Ebben van a Stockholm-szindróma, és egyetértünk, mert energetikában azonosulunk azzal az energiával, aki minket bánt. Na most ezt a spirituális pszichológia úgy hívja, hogy segnyalás. Okay? Ez annak az árnya, hogy ez a Crohn's disease, tehát a Crohn-betegség, amit mondtál, hogy ez igazán a segnyaló árnyunk. És ezt integrálni kell, meg különben most azért mondom ki, mert nem nincs időnk hablatra, meg ez a gyökérok. Tudod? És akkor miért csinálja ez ember? Hát, meg és akkor utána lehet bontani a pszichológiát. Oké? És a rengeteg ember, aki
ilyen Crohn betegség, meg emésztési betegségbe szenved, az valamilyen szintén önfeláldozó szerepet is bevállalt. Tehát egy olyan életet él, hogy ő nem fontos. Nem számít, hogy ő, de másnak jó lett. Tehát ez az áldozati szerep, ami az értéktelenségünk. A kettesős is. Szeretethiány, értékhiány, megbecsülés. És közben nézek még is. Ez az ember, aki Crohn betegségbe szenved, ez lemondott az identitásáról, lemondott az életéről, mert attól fél, hogy egyedül van. Ez megint a teremtőtől való szeparáció. Hát azért tettem be a kurzusba ennyi mindent, hogy azok a minimum eszközök, amik tényleg kell, hogy észhez térhessen az emberiség. Olyan szinten rosszul van az emberiség, ez teljesen attól. És azok a minimum technikák, elfelett van sok más, meg sokkal több részlet is, de az önfeláldozásnak van még egy olyan aspektusa, ami így a Crohn betegségen jön ki, hogy az ember vért izzad, próbál mást megmenteni. Ha már beszéltünk a megmentésről, vért izzad az illető, és előbb-utóbb ugye a végbélen keresztül izzadja ki, vagy vérzik el. Okay? És akkor ennek vannak sokkal mélyebb pszichológiai a része is, csak azt mondom, hogy minden betegség gyógyítható, amikor már odaüt az ember, hogy már tényleg Crohn betegség, akkor a fizikai síkon is kell az ételt, meg mindenféle más fizikai dolgot is, viszont az érzelmi gyógyulás nélkül vissza fog térni a probléma. Ez a lényeg. Ja. Ezt megválasztottam a kérdést? Igen, köszönöm szépen. És akkor a Joker kérdésem már, hogy valami vidámabb témával zárjuk ezt a videót, ugye? A következő, mert egy több videóban említetted már a következő mondatot, hogy egyél jól. Egyetek jól, figyeljetek oda magatokra, ígyatok sok vizet. És az én kérdésem az, hogy az az ember, aki spirituális úton jár, és szeretné, vagy vágyja a felemelkedést, és tényleg szeretne jól élni, az hogyan egyen jól? Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy jól enni? Mert ugye annyiféle táplálkozási irány van, és a vegánok boxolnak a paleósokkal, és mind a kettő tudományos eredményeket akar felmutatni, és ebben is van igazság, és abban is, én már nagyon sokat megvizsgáltam egyébként, de hogy eszik az ember tényleg jól? Akkor vissza az első dolgokhoz, amit ma ugye tárgyaltunk, hogy a tudomány, nem semmi bajom, én is egy mérnök vagyok minden, de a tudomány az nem az emberek mellett áll. Tehát amit a tudomány mond, azt dobhatjuk, vagy rakhatjuk oda, ahova illik. Oké, most ezt marad sok emberek viszont így, tudod, így nem érdekel. Nincs, nem lehet habbacsolni. Gyors válasz arra, hogy add, amitől jól vagy. Mi az, amit a tested kíván? Van, aki eszméletlen komoly és fejlett és evoluált, és tényleg magas szinten rezeg, és eszik húst. Amit mi másba kifogásolni, vagy kifogásolunk, az a mi bíráskodásunk, a mi ítélkezésünk, az a mi gyógyulatlanságunk. Na most erre van egy olyan is, hogy minél magasabban rezeg valaki, annál könnyebb a diéta, vagy annál könnyebb az étrendje. Ilyen is van. Én már szinte, ugye, hogy Budapesten nőttem fel, meg anyukám mindig inkább főzelékeket csinált, és volt benne pici sült hús. Meg voltak, tudod, akkor a spenót tojásról, tehát én mindig is inkább ilyen zöldség, meg tudod, 95% zöldség, és akkor egy kicsi hús. Ma már szinte semmi hús nem eszem. De nem azért, mert tudomány, meg elméleteket kell, hanem mert nem esik jól. Értem. Nem esik jól. Van olyan, akinek jól esik. Ha jól esik, akkor nézd meg, hogy tényleg jól esik-e, vagy csak egy régi programnak egy úgynevezett megjelenése volt, és utána fáj a pocakod, akkor más tudod, hogy ezt már te kinőtted. Jó, tehát az a lényeg, hogy tudni kell azt, hogy szeretni kell a testet, ezért kell az önmunka. A mi testünk az a Szent Grál, és ez mindig jelez. És nem megy hibátlanul ez a processz, nem megy kalibrálás nélkül. Tehát ha van olyan, hogy megeszünk valamit, és nem vagyunk jól tőle, a fáj a hasunk, akkor azt mondjuk, okay. Nem büntetni kell magunkat, meg nem kell haragudni arra a kajára, az egy más energia mezőnek volt valamilyen szinten, vagy a tápláléka. Az a lényeg, hogy minél inkább integráltabbak vagyunk, annál inkább az intuíció vezet minket. És mikor azt mondod, hogy hú, most tudod, itt Arizonában
nagyon sok mexikói étterem van, és tényleg jók. Amúgy a környékünkön rengeteg olasz étterem van, és azok inkább ilyen tésztások, meg néha van, tudod, hogy ez a hús, golyó, vagy meatball. És néha, tudod, elmegyünk kulival, ő amúgy, tehát és inkább zöldségeket, és jól vagyok. Az a lényeg, hogy amitől mi félünk, attól rosszul lehetünk. Amitől mi félünk a hústól, és nagy Isten van, tudod, valami, most mondok egy példát, aki két dolgot akartam mondani, csak egy számban. És nagyon sok ilyen vegán mondja, hogy hát ebbe a serpenyőbe, most, hogy csinálod ezt, ebbe valaha sütöttél-e, vagy tudod, tároltál-e húst? Most aki a hústól fél, az az erőtől fél, a személyes erőtől. Az izom, az erő. Okay? Tehát igazán vissza hova? A tervező asztalhoz. Mi hiányzik? A személyes erőt. És nagyon fontos azt tudni, hogy ez a sok ilyen gyors étel, ebbe bent, hát Magyarország azért a Meki, tudod, nem annyira divat, mint itt, de tényleg De táp hogy azoktól, hogy mondtad? dehogy nem, Ja, ugye van, oké, okay. Nagyon öregtél veszélyesek. második. Nagyon veszélyesek. Most nem akarok belemenni, hogy még mi van abban a hamburgerben, de ha az emberek megtudják, akkor elájulnak. Jó, tehát abszolút az, tehát az ilyeneket ki, az ilyen energiaitalokat iktassák ki, ez mind rezgés csökkentő méreg. Ezt Tehát én az a is így lényeg, hogy tudom, anélkül, hogy tudnám, hogy mi van benne pontosan, de én is így gondolom, és majd így azt érzem. elmondom neked az interjú után. Jó, oké. És utána azt leülíteted egy pohár borra. Tehát ez a lényeg, hogy amit mi bírálunk, amitől mi félünk, az integráltunk bennünk, tehát azt meg kell magunkban oldani, és tudatosan úgy kell választani, hogy szeressük a testet, és tudjuk, hogy neki mi az a táplálék, minőség, meg anyag, ami őt jó kapacitásban és jó rezgésben tartja. Jó. Ez nagyon megnyugtató válasz volt. Örülök Igen. neki. Mert azt hallottad, amit testünk. Igen, mert én is ezt éreztem. Tudod, hogy én annyi mindent átfutottam, és tudod, nekem az autoimmun betegségem miatt mit tegyek, mit megyek, mit, és mi a tapasztalat, és már totál téboly van volt a fejemben. De summa summarum mindig oda jutottam, hogy érzem én azt, ami nekem jó. És akkor Igen. mindig azt tartottam meg, vagy az maradt meg, amiről úgy éreztem, hogy most jól esik, igen. És ezt Igen. kell követni szerintem is, és nem, mert az, hogy én szögletes fejjel mániákosan valamilyen irányt vagy trendet, az sose jött be. Annak semmi értelme nem volt. Annak volt értelme, hogy ilyen, hogy az ember a testére hallgasson. És nem feltétlenül az ízlelő bimbóira, mert én is meg tudnék enni valamit, amit tök finom, de utána borzasztó rosszul lenni. És akkor maradok inkább annál, amire a testem azt mondja, hogy jó, köszönöm szépen, ez jól esett. Így van. A legfelsőbb kasztnak az egyik trükkje az volt, hogy az ízekkel bebolondítottak minket. Nagyon könnyű függővé válni dolgoktól. És ebben benne van az édességek, benne vannak italok, ételek, stb. Tehát az a lényeg, hogy kihasználták a gyengeségünket és az elmében lévő fegyelmezetlenségünket. És függővé tettek bizonyos ízektől, na most amikor szeretsz egy ízt, nem azzal van a gond, hanem a kormány, meg a többi, tudod, akikre mi felnéztünk, nem a javunkat akarták, és ezt kell az embereknek megérteni. És ez a mi erőtlenségünkből, a mi gyámoltalanságunkból, a mi elmei hanyagságunkból jött létre, és ezt kell most újra felfedezni magunkba, meggyógyítani, és azon keresztül tudunk egy új világot teremteni. Ideillik, de nem is, csak elmondom, mert nagyon sok embertől hallom. Ugyanúgy az USA-ban, mint Németországban, Ulin keresztül, meg Magyarországon, hogy ezt a káoszt mi teremtettük az elmei programjainkkal. És ezt a káoszt mi tudjuk megszüntetni az elménk kitakarításával. Nem fog elmúlni semmi, amíg mi meg nem gyógyítjuk. És nem minden esik jól. Tehát elmondom, a gyógyulás az nem fájdalomcsillapítás. Szembe kell nézni bizonyos kellemetlen dolgokkal, integrálni, elengedni, és a külvilág idomul a mi belső világunkhoz. Jó? Igen, ez az örök recept minden. Nagyon Nem tesz, és, hogy fél örök recept, igen. de most nem csak én, hát ezt mondják a mestereim, meg a Persze, biztos. mentorjaim, hogy régen az Invertebrate Matrixban, tudod,
ott van egy döglött ló, üssük meg, hátra föl kell. Most már nem lehet kívülről befelé menni, most belülről kifelé megyünk, és mindig ez volt az örök recept, csak most már tényleg nincs más Bele választás. kell húzni tényleg, igen. Van. Nagyon élveztem a beszélgetést, Robin, nagyon szépen köszönöm, hogy kötélnek álltál és bevállaltad. És akkor további nagyon szép napot kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki végignézte és végighallgatta ezt a beszélgetést, ezt a videót, és akkor találkozunk legközelebb hamarosan, remélhetőleg. Szia, Robi, és sziasztok! Én is köszönöm, szia!